Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön egy gyors videó arról, hogy hogyan farmoljuk Atlaszt, ugye? Ha Warframe ez, akkor most arra már tudod, hogy van egy új Warframe, amit ki lehet farmolni. Nem mondom azt, hogy ez lesz a legegyszerűbb boss farmolás, amit valaha e, átéltél. Ugyanis ugye <coughs> indul az első küldetés, egy quest alapból lehet megszerezni a magát, a blueprintet. Na most, ezt a küldetést csak és akkor kezdheted el csinálni, ha megvan neked az Eris nevezetű bolygó. Ha megvan az Eris, de nem találod a küldetést aktívan, akkor a, a kódexnél, a questeknél aktiválni tudod. Na most, az első pályán már rögtön egy olyan akadályba ütközöl, amit itt látottok játék, az maga a boss fight lesz. Szóval az első pályán már egy olyan akadályba ütközöl, hogy nem fog engedni elkezdeni a questet, hogyha nincsen ez a forjálik for, for pods, forjálik pods nincs berakva, akkor nem fogod tudni elkezdeni a questet. Mi ez a forjálik pods? Na most, ezt a, ez a forjálik pods egy cucc, ami magára vonza az infestedet. Na most, ezt, ennek a cuccnak az alkatrészeit, a Jaggernaut dobja. Na most, szintén az Eris-en találod meg a Jaggernautot, el kell menned Extermination mission Extermination mission elő kell csalnod a Jaggernautot, mostában nagyon népszerűek ott az Extermination mission a Jaggernautot előcsalni úgy lehet, hogyha elég gyorsan ölsz, akkor elé fog jönni. Jaggernaut ellen legcélszerűbb vinni Toridot. Ha van egy erős Toridot, ami magas sebzéssel bír, akkor vigyél Toridot. Amúgy meg uh, szívás lesz kinyírni. Ha társakkal mész négy korrozív projection uh, auramot szinte kötelező, hogy levegye neki a pajzsát és szinte csak életre sebezzetek, és így is macera lesz kinyírni. Szóval. Toridal érdemes a, leg, a legjobban menni? Excalibur egész hatékonyan tud rá sebezni. Azt kell, hogy mondja a mirást uh, érdemes vinni, de hogyha nem akarsz nagyon belehalni, akkor Loki lesz az, akivel. Elmész, és itt is láthatjátok a videó, mert két részből áll ez a boss fight, egy juggernautot is ki kell nyírni a magánál a boss fightnál, és mindannyiunknál a corrosive projection van, hogy egyrészt a fő boss és a kis juggernautot is le tudjuk zúzni valahogy. Na most, miután ugye lezúztad egy párszor a juggernautot, meg lesz neked a... Ennek a forrlyák podznak az összes alkatrésze jó esetben, amit legyártasz a Foundry-ban. Ha legyártod a Foundry-ban, berakod az arzenában, berakod a gírben, berakod magadhoz, és el tudod indítani a küldetést. Na most, Elindítod a küldetést egy Extermination Mission-nel fog uh, kezdődni. Na most, ugyan ugyan itt ugyanazt kell csinálni, elő kell csalogatni ebben a mission és a Jagernet ot mert a Juggernaut el fog dobni megint egy kis alkatrészt, amit nem tudom milyen forják poznak fognak hívni, mert annyi ilyen van. Na, hogyha a Juggernaut eldobja ezt az alkatrészt, amint az űrhajódba érkezel, újra kapsz egy üzenetet egy blueprint Na most, ha ez megvan ez a blueprint, akkor a, a, a ezzel az alkatrészsel, amit a Juggernaut dobott, a blueprinttel és három argon kristályjal együtt le fogsz gyártani, le fogsz tudni gyártani egy alkatrészt, ami el fog tudni vinni téged a boss fight -ra. És ez az, amit itt láthatok jelenleg a videón, ez a boss fight lesz az. Na most, ez sem olyan egyszerű, barátaim, Archwing Mission. Szóval, akinek nincs meg az azt az nem fogja tudni kifarmálni az új uh, Warframe-et, ott kezdődik. És bosszantó nehéz egy árcsőnkmissen az igazság. E, megszívtam vele én is rendesen, úgyhogy kidó köz, OD köz. A, a segítséget már nem lettek volna ott, akkor két óráig lőhettem volna azt a boszt hílóral. Uh, az igazság az, hogy nagyon, nagyon, nagyon sok pajzsja van, uh, bocsánat, nagyon sok páncélja van, és nagyon sok élete van, és amit láthatjátok, elég masszív, és csak a hátán lévő kis cuccokat lehet lőni. Na most. A bossnak a védekezési mechanizmus a gáz húz maga után, áramot lő ki magából, ami egy hit, itt mindjárt láthatjátok is. Szóval itt sikerült elmenekülnöm, de hőérzékelősek, úgyhogy utolérnek, és egy hit vagy gyakorlatilag. Egy lézert is lő ki magából a boss, úgyhogy egy hit vagy gyakorlatilag. Négy korrózív projection szinte kötelező, mert ha nem, ha nincs erős archwing fegyvered, halott vagy, már pedig mi, én halott voltam nagyon sokszor, úgyhogy mert, mert nem foglalkoztam az a játékban, így aztán gyakorlatilag azonnal lezúztak. Úgyhogy eléggé egy macera volt kinyírni ezt a boss, de viszont van egy trükkje, szóval úgy képzeld el a pályát, mint egy nagy kört, és benne a boss egy átlóban mozog. Szóval gyakorlatilag a kör közepén elő, előre, hátra vagy jobbra, balra mozog a boss. Na most, ha kihúzod a kör egyik szélére, jobb, jobbjára vagy baljára, akkor gyakorlatilag a boss mindig egy olyan szögben lesz elő vagy utóbb, hogy, le tud, hogy tudjál bele lőni. Ez, ez a macerábik. Szóval nagyjából valahol itt állok, jelenleg ott lehet bármilyen szögből előbb-utóbb lőni a bosszal. Szóval mindig a hátát kellőni vagy egy kicsit az oldalát, és függ, hogy mennyire jól találod el, hogy milyen sebzést fogsz rá uh, adni, és két dolgot kerülsz így el, a gáscsikot, amit húz maga után, a, a lézerét, amit lő ki magából, az áramot azt nem tud elkerülni nagyon, hogyha van egy icalod, akkor ugye láthatatlan tudsz lenni, és úgy, úgy nem talál meg uh, az áram, és hogyha icallal is vagy, és láthatatlan vagy, akkor utána az egyes képességével mozogjál, mert euh, akkor benne maradsz a láthatatlanságban, és így gyakorlatilag el tudsz menekülni a különböző vészhelyzetektől. Szóval nem, nem egy egyszerű boss, nem lenne olyan bészesen nehéz sem, de kell hozzá az erős fegyver, és mivel a játékosok nagyon sok százalékának nincs meg az erős fegyver, amit láthatjátok, milyen komolyakat sebzek itt rá, nincs meg az a bizonyos erős fegyver, így aztán euh, elég macera lesz kinyilni. Szóval így kellene kiformálni az Atlas. Még egyszer mondom, kell a forják uh, pods, amit a Juggernaut-tól megszerzel, majd megépíted, majd berakod a gírbe, a foundry ban majd elindítod a küldetést, megint előcsalogod a Jaggernautot, ami ledob egy újabb, egy ilyen újabb alkatrészt, és gyakorlatilag azt legyártod egy blueprinttel, amit kapsz uh, ajándékba, három argon kristályjal együtt, legyártod, meg lesz az Atlas Blueprint, és onnantól kezdve mehetsz farmolni a boszt. Ha szerencséd van, gyorsan kidobta, hál' Istennek nekem szerencsém volt, csak négyszer kell, kellett jönni, úgyhogy nagyjából ennyi lett volna ez a videó. Remélem érthető volt, ha van kérdés, írjátok nyugodtan, és ja, jön hamarosan egy videó az újdonságokról úgy általánosan, hogy mik, mik voltak ebbe a patchbe. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!